Nagyon szépen köszönöm, Arigato Gazaimaz. És a igazgató asszony felvezette a mai utolsó alkalommal, Hanakóról lesz szó, aki valóban a japán színház történetnek egy kevésbé vizsgált alakja, ugyanis kizárólag Japánban nem lépett fel felnőttként, viszont az Egyesült Államokban és Európában is rengeteget tevékenykedett, gyakorlatilag beutazta egész Európát, és az Egyesült Államokba is eljutott. Úgyhogy ez alkalommal őt fogom bemutatni önöknek. Pontosan azért, mivel főként Európában tevékenykedett, a vizsgálat is Három szempontból fog zajlani. Először fogok egy picit beszélni önöknek Hanako fiatalkoráról, a kezdeti éveiről, majd utána ez a három szempont, amin végig megyünk majd, a színésznő, a modell és a hősnő megközelítés lesz hogy Hanakót végül is hogyan ismerte meg Európa, kiknek a segítségével, kiknek a szemén keresztül ismerjük őt ma. És ez a három szempont a színésznő Loé Fulleren keresztül, a modell August Roden és a hősnő Mori Ogály, aki egy novellát írt Hanakóról. Majd az előadás végén ki fogok térni a budapesti fogadtatására, ugyanis Hanakó kétszer is járt a magyar fővárosban. És itt pedig egy pici szemléltetés, hogy lineárisan is lássuk ezt a folyamatot. Ugye a sárga időszakok a már nem aktív, vagy még nem aktív éveit jelölik. Egyébként Hanakónak a pályafutása nagyon hasonlóan indult Kavakami Szedajakóéhoz. Tehát látjuk, és majd mindjárt kitérek rá részletesen is, hogy ő is gésaként kezdte a pályafutását, és utána Férjhez ment, tehát belekerült abba a feleség státuszba, amit a japán kormány és állam ebben az időszakban abszolút támogatott, hogy a nőknek egy ilyen pozícióban kell lenni, és így gyarapítani a japán államot. Azonban majd látni fogjuk, hogy ez nem, nem tartott olyan sokáig ez az időszak, és utána gyakorlatilag a bordó rész az, amivel részletesen foglalkozni fogunk, ez az ő, ő önálló, színészi karrierje, illetve 1916 és 22 között egy másfajta, de még mindig önálló vállalkozásban tevékenykedett Európában, és csak 22-ben tért vissza végleg Japánba, amikor vissza is vonult de akkor kezdjük az elején a fiatal éveivel. Hanako óta Hissa néven született, 1868. május 7-én, tehát a Meiji megújulásnak az évében, amikor ugye Japán egy rendkívül nagymértékű modernizációba és nyugati kezdett. És szintén nagyon hasonló helyzetben volt, mint Sadayako, ugyanis neki is nagyon sok testvére volt, és egy viszonylag szegény családban született ezért a szülei 7 évesen örökbe adták őt egy másik jómódú családnak, viszont sajnos a nevelő család is nagyon hamar elszegényedett, ezért úgy döntöttek, hogy a 7-8 éves, 7 éves kislányt egy utazó színházi társulathoz hát csúnyán eladják, de hogy egy évre odaadták a kislányt ebbe a társulatba, hogy járja az országot ezzel a, a kompániával, és ugye ott gyerekszerepeket játszon el a különböző produkciókba, a család pedig azért ugye pénzt kapott. Mindenre azért került lehetőség, mert Hanakónak az édesapja nagyon művészet kedvelő volt, és már pici korában az örökbeadása előtt ö, oktatta a különböző hangszereknek a használatára, és énekelni is a kislány, tehát volt egyfajta művészi affinitása. Ezután a gyerekszínészi ö, lét után ö, Hanako visszatért az örökbefogadó családjához, azonban nagyon nehezen jött ki a nevelőanyjával, úgyhogy végül is úgy döntött, hogy géshának ö, áll, és belekezdett a gés a tanonckodásba. Ez nagyon jól is ment neki, 16 évesen vált 1884-ben. Gésává. és lényegében ezt a mesterséget igazából csak négy évig űzte, ugyanis 1888-ban lehetősége volt férjhez menni, ami ebben az időszakban hát a Gésáknak ez volt az egyik, úgymond jó befejezése a karrierjüknek, hogyha férjhez tudtak menni, ezáltal ki tudtak lépni ebből a világból. A probléma csak az volt, hogy a férfi, aki támogatta és utána el is vette Hanakót, 20 évvel idősebb volt nála, tehát már ez is egy nagyon nagy korkülönbségnek számított ebben az időszakban. Ezért tíz évig éltek együtt, de hogy ez nem volt egy felhőtlen kapcsolat, nagyon sok veszekedéssel járt. A fő probléma az volt, hogy ennek az embernek a gyermekei gyakorlatilag egykorúak voltak Hanakóval, tehát ez is problémás volt. Úgyhogy végül is tíz év elteltével, 1898-ban döntöttek úgy, hogy hát elválnak egymástól, és rögtön ebben az évben, Hanako hozzáment egy másik fiatalemberhez, aki már bele egykorú volt. Egy szerelmi házasságról beszélünk. Azonban az első férjének az volt a kikötése, hogy hagyják el Gifu városát, ahol éltek. Ugye a válás az akkor még azért mindig egy problémás dolog volt ebben az időszakban, tehát azt kérte, hogy menjenek másik vidékre együtt élni. Viszont a második férjének hát minden vállalkozása Gifuban, illetve nagojában volt, úgyhogy neki gyakorlatilag Nulláról kellett kezdeni az életét, és ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem fog menni más városban. És sajnos végül is ez a kapcsolat úgy végződött, hogy a másik férje elhagyta Hanakót, és visszatért Nagojába, hogy ott folytassa tovább az életét és a vállalkozását. Így Hanakó egyedül maradt, és ekkor döntött úgy, hogy akkor ő Európába utazik, ugyanis 1901-ben megtörtént ez a második vállás és az életében, és akkor olvasott egy hirdetést, amelyben egy belga úriember egy japán társulatot toborzott, hogy vegyenek részt egy koppenhágai kiállításon, és ezáltal ott szerepeljenek. Az elvárás az az volt, hogy legyen valamiféle szimpadi képzettsége a jelentkezőknek, és hát mivel ugye Hanako gyerekszínészként is tevékenykedett, illetve gésaként is abszolút megvolt a képzettsége, ugye nagyon jól tudott táncolni, énekelni, hangszereken játszani. Ezért jelentkezett ebbe a társulatba, és 1902-ben el is indult, és meg is érkezett, szeg-ben kötöttek ki, és onnan utazott Kopenhágába. Kopenhágában pedig a néprajzi kiállításon vettő részt, ez 1902-ben, 1902 nyarán rendezték meg ezt a néprajzi kiállítást. A néprajzi kiállítások ebben az időszakban nagyon népszerűek voltak, gyakorlatilag a gyarmati kiállításokkal együtt, mondhatni, hogy a világkiállítások alá tartoznak kategóriában a néprajzi kiállítások, az elsőt 1874-ben rendezték, és Karl Hagenbecknek a nevéhez kötődik. Ő egyébként a modern állatkerteknek az atya, a kitalálója. És ő volt az, aki egy barátjának a javaslatára, ötletére 1874-ben nem csak 30 rényszarvast rendelt lapföldről, hanem a barátja javaslatára egy egész lapcsaládot is mindenükkel együtt, tehát ingóságaikkal. És úgy gondolta, hogy ez nagyon érdekes lesz majd a közönségnek, hogyha az állatkertben ilyen skanzenszerűen felállítanak egy ilyen kis lapkunyhót, és akkor ott lesznek a, az emberek, a szerszámaikkal, a holmiukkal, és az emberek ezeket így meg tudják nézni. És ez valóban így volt, tehát nagyon nagy sikere lett, és innentől kezdve rengeteg néprajzi kiállítást szerveztek, ami Egyrészt ugye megismertette a nyugati közönséggel az idegent, a különböző más kultúrákat, másrészt viszont természetesen hangsúlyozta a nyugati felsőbbrendűséget is ezekkel a kultúrákkal szemben. Ugye a legtöbb ilyen néprezi kiállítást panoptikumokban és állatkertekben tartották, ami ma már ugye nagyon problémásnak tűnik, de akkor ezek nagyon népszerűek voltak. A gyarmati kiállítások pedig ugyanerre a sémára épültek, csak ott még hozzá tartozott az is, hogy mindig az az ország, ami szervezte a gyarmati kiállítást, de a saját gyarmatairól mutatott be különböző ott élő embereknek a kultúráját, és ezzel még ugye a saját gyarmati fölényüket, gyarmatosító pozíciójukat is erősítették a nyugati szemlélőkben. Most ebben a, a néprajzi kiállításon gyakorlatilag a falu lakóinak élő oktatási tárgyként feladatuk volt a közönség kíváncsiságának kielégítése, a japán emberek életmódját, nyelvét, szokásait, megjelenéseit stb. illetően, valamint az ősi japán bemutatása. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy valóban felépítettek egy kis japán falut az állatkerten belül, ahol voltak tipikus japán házak, teaház, japán kert, és az ide toborzott ugye japán embereknek, itt kellett a mindennapi életüket élni, és ezt meg tudták tekinteni a, a nyugati nézők. És Hanako is az egyik teaházban gésaként felszolgált, illetve szórakoztatta a közönséget. Most természetesen, ezeknek a kiállításoknak egy idő után elkezdtek színházszerűvé válni, hiszen nagyon hamar rájöttek a szervezők, hogy hát ez nem elég, hogy így az emberek ott így vannak, és lehet őket nézni, hanem elkezdtek programokat kitalálni, és arra kérték az ott élőket, hogy hát mutassanak be különböző rituálékat, szertartásokat, ami az ő kultúrájukra jellemző. Na most természetesen innentől kezdve, hogy ezek ilyen megszervezett események lettek, elkezdtek ilyen színházszerűen működni, tehát adott időpontban el lehetett menni, és akkor meg lehetett nézni nem tudom, egy esküvőt egy, egy afrikai faluban, vagy egy teaszertartást egy japán teaházban, tehát hogy hogy innentől már volt egy ilyen színházszerűsége, egy szervezettsége ezeknek a programoknak. Ez a kiállítás egészen 1902 őszéig tartott, amikor nagyon sokan a japánok közül hazautaztak. Hanako viszont úgy döntött, hogy ő marad Európában, és szerencsét próbál. És 1902 és 1904 között Antwerpenben volt felszolgáló, és 1904-ben volt lehetősége csatlakozni egy 16 fős japán társulathoz, ahol igazából ők mellékszerepeknek az eljátszására szerződtették őt, különböző, főleg Németországban és Franciaországban léptek fel, és 1905 lesz az a fordulópont a Hanako életében, amikor találkozik majd Loé Fullerrel, de most rendhagyó módon elmesélem tovább is az életét, hogy utána a fő csomópontokra tudjunk koncentrálni. Tehát 1905 és 16 között beszélünk Hanakónak igazából az európai sikereiről. 16 ban ugye akkor már kitört az első világháború, és 16 ban hazatért azzal a céllal, hogy egy új japán társulattal fog majd visszatérni Európába. és sajnos nem valósult meg, visszatérni, visszatért, de már csak arra volt lehetőség, hogy nyisson egy éttermet Londonban, tehát, hogy ebben az utolsó időszakban gyakorlatilag én üzletasszonyként tevékenykedett, akkor már nem lépett fel. Csak ezt a londoni abszolút autentikus japán éttermet vezette és 22-ben tért végleg haza. Teljes visszavonultságban élt Japánban, az egyik testvére, aki egy a házat üzemeltetett, hozzá költözött be, és ott élte az élete hátra levő részét, és 1945. áprilisában halt meg. De akkor ja, térjünk vissza 1905. Loé Fuller először látja Hanakót. A színészek között észrevettem egy bájos kis japán nőt, akit szívesen megtettem volna a társulat sztárjának. De ezeknél a japánoknál a nők nem igazán számítanak, az összes nagy szerepet férfiak alakítják. Én mégis csak őt vettem észre. Igaz, egy harmadrangú szerepet játszott, de milyen intelligenciával. Egy futkosó kisegér mulatságos arc kifejezésével, majd jött a hirtelen átalakulás, amely az összes vonását a rettegés kinyába dermesztette. Amikor véget ért a próba, összegyűjtöttem a színészeket, és a következőket mondtam nekik. Ha velem akarnak maradni, azt kell tenniük, amit mondok. Ha nem teszik ezt a kis nőt sztárra, soha nem lesz sikerük. És mivel a neve lefordíthatatlan és túl hosszú volt, nyomban elneveztem Hanakónak. Ez 1905-ben Kopenhágában történt. Korábban Londonban találkozott Fuller először a társulattal, de ott még nem látta Hanakót, csak így a társulatnak egyes jeleneteit. És igazából a potenciált látta meg a társulatban. Ugye korábban Loé Fuller volt az, aki a Kavakami társulatot és Szadajakót is menedzselte és szervezte az európai útjukat. Tehát azonnal úgy gondolta, hogy ezzel a társulattal is hasonló sikereket lehetne elérni és úgy döntött, hogy felkarolja őket, és rögtön az első útjukat megszervezte Kopenhágába, és utánuk ment, és ez Kopenhágában történt, amikor először látta Hanakót. Ugye ebből az idézetből is látszik, hogy mellékszerepeket alakított még ekkor Hanakó, viszont azonnal lenyűgözte Fullert, és az utolsó mondatra hívnám fel a figyelmüket, hogy lényegében Loé Fuller nevezi el, tehát ő adja óta hiszának, a Hanakó művész nevet. A Hanakó egyébként kisvirágot vagy virággyermeket jelent, és azért izgalmas ez a fordulat, mert lényegében már itt a karrierje elején egy tipizálás áldozata lesz Hanakó, de ezt az áldozat kifejezést, ezt jegyezzék meg még az előadás végén, visszatérek rá, hogy mennyire volt valóban áldozat Hanakó, vagy nem. Minden esetre a Hanako az egy nagyon, nagyon népszerű és közismert japán női név, tehát még Fuller is ismerte ebben az időszakban az összes japánnal kapcsolatos irodalmi műben szinte megtalálható volt a Hanako név, tehát egy olyan nevet adott neki, ami, ami ismerősen csenghetett az európai közönségnek. Tudták, hogy ez valami keleti, valami japános dolog, de mégis tudták, hogy egy női névről van szó. Az óta hiszával, az eredeti nevével semmit nem tudott kezdeni Fuller, tehát az túl idegen volt. Ezért megtörténik ez, a, ez az egyfajta hát megkeresztelés, nagyon idéző És akkor ezek után... Ö, Hát a társulat nem nagyon örült Fuller felvetésének, hogy Hanakót tegyék a társulatnak a sztárjává, de Fuller ehhez ragaszkodott, főleg miután látta, hogy hogyan tud Hanakó egy haláljelentet rögtönözni. Egy ilyet gyermek egészen apró mozdulataival sóhajtozva, egy sebesült madár rikoltását hallatva összegömbölyödött, a teljesen gyenge test szinte megsemmisült, eltűnt a hatalmas, súlyos díszített japán ruhában. Alakja mozdulatlanná vált, mintha megkövült volna, és csak a tekintete maradt eleven. Elcsukló zokogás rázta meg, majd újra felsírt. Ekkor már olyan halkan, mintha csak sóhajtana. Végül, mintha valami eltört volna. Feje a vállára esett, de tágra nyílt szeme, mintha még akkor is a halált bámulná, amelyet az imént, amely az imént elragadta. Szívszorító volt. Emlékszik vissza Fuller a haláljelentre. Innentől kezdve tudatosult Fullerben, hogy bármi történjék, minden előadásban valahogy Hanakónak meg kell halnia a színpadon, mert hogy ez lesz a sikernek a záloga. Ezt véghez is viszi. Nagyon nagy sikere lesz a társulatnak. Kilenc hónapig turnéznak. Először Finnországba mennek, ahol már önmagában nagy sikerük van, már csak azért is, mert japánok, ugyanis ekkor volt a japán-orosz háború és a finnek, hát kevésbé szimpatizáltak Oroszországgal, úgyhogy így eleve volt egy szimpátia a japán társulat iránt. Majd utána Franciaországban turnéztak, felléptek Fullernek a színházában, Párizsban, ahol öt évvel korábban szadajakó is szerepelt. Majd kilenc hónap elteltével feloszlott a társulat, és nagyon sokan ismét Visszatértek Japánban, Hanako újból úgy döntött, hogy ő marad, és megpróbál egy önálló karriert kezdeni. Ismét Antwerpenben kötött ki, hát ilyen nagyon olcsó mulatókban énekelt és táncolt. Nem nagyon tudott tovább lépni és szabadulni ebből a helyzetből, úgyhogy végül is úgy döntött, hogy ismét megkeresi Fullert, és írt neki egy levelet, hogy hát lényegében szabadítsa ki ebből a helyzetből, és Fuller elküldte a titkárát Antwerpenbe Hanakóért, aki történetesen egy japán férfi volt, és később Hanakó harmadik férje lett. És ez a titkár valóban mondhatni szó szerint kimenekítette őt ebből a kínos helyzetből, amiben került Antwerpenben, és innentől kezdődik igazából a valóban nagyon szoros együttműködés Fuller és Hanakó között, ugyanis Fuller szervezett egy négyfős japán társulatot, miután Hanako visszatért hozzá Párizsba, és megírta az első darabot ennek a társulatnak, ami a Galatea címre hallgatott. Ez az ismert Pigmalion történetnek egy tovább gondolása, átdolgozása volt, illetve Fuller még beépítette a Kavakami társulatnak a korábbi Jingoro előadását is, ami szintén arról szólt, hogy egy fafaragó kifaragja a, a szerelmének, a gésának a szobrát, és ez életre kell. Tehát egyszerre ugye megidézte az antik történetet, illetve ugye Szadajakoék történetét is, erre még emlékezett ugye az európai közönség korábról. Illetve megírta a mártír és az Egyi Osivarai dráma című előadásokat, mindegyik annak ótragikus halálával ért véget, és ez a három előadás alkotta a fő pilléreit a repertoárjuknak. Nagyon nagy volt a siker, úgyhogy utána Fuller, Loi Fu álnéven megírta az Otakét, az egy japán babát, a japán, kis japán lányt, a japán oféliát, egy japán teaház és a politikai kém című további drámákat is, szintén mindegyik Hanako halálával végződött. Nem, nem túl bonyolult történetekről van szó. Az otakének ismertetném nagyon gyorsan a, a, a cselekményét, mert ez az, ami Budapesten is egyébként műsorra került később. Az otakében Hanako egy nagyon fiatal szolgáló lányt alakít, aki miután az úrnője elhagyja a házat, felpróbálja az úrnőjének a kimonóját, illetve kipróbálja a különböző pipere holmiait, ki is minkeli magát, és ott teszi-veszi magát a színpadon a leírások alapján. Mikor is megérkezik az úrnőjének az udvarlója, és hát közeledni próbál a fiatal lányhoz, akit nem ismer fel, hogy ugye a szolgáló lány azt hiszi, hogy az úrnő. Ja, a szolgáló lány pedig zavarban van, hát tudja, hogy tilosban jár, úgyhogy hát elhúzódik ettől az udvarlótól, aki nagyon mérges lesz ezen, és ott hagyja a lányt. Közben megérkezik a szolgáló lánynak a, a valódi udvarlója, aki hát mondja neki, hogy nagyon sürgősen vegye le magáról ezt a kimonót, és mossa meg az arcát, mert hogy bajba fog kerülni, hogyha visszajön az úrnője, és meglátja, hogy ő mit csinált. A fiatal ember távozik, az úrnőnek a, az udvarlója pedig meglátja, hogy ugye egy idegen férfi távozott a házból, visszamegy, és a szegény szolgáló lány még nem tudott levetkőzni, és amikor ismét ugye a férfi kérdőre vonja, hogy ki volt ez az ember, akkor hát nem válaszol neki, mert fél még mindig a lepleződéstől. ugye rájön majd az udvarló, hogy hát nem is róla van szó, mire a férfi féltékenységében leszúrja. Tehát így sajnos meghal Hanako, így ezáltal a színpadon. Tehát ilyen jellegű történeteket képzeljenek el a többi esetben is. Ahogy a magyar sajtó fogalmazott, nagyon bugyuta történetekről van szó, amelyek mindig ilyen véres tragédiába fordulnak az utolsó öt percben. Amiket viszont nagyon fontos kiemelni, hogy ezek japán stílusú japanizáló előadások voltak. Tehát nem, felejt, nem szabad elfelejteni, hogy ezeket mind Fuller írta, egytől egyig, és gyakorlatilag az összes tipikusan keleti dolgot belepakolta ezekbe az előadásokat, amit ő nyugati szemlélőként úgy ítélt meg, hogy ez tipikusan japán és tipikusan keleti. És ezzel ugye kielégítette a közönségnek ezt az egzotikus, keleti iránti ésségét, vágyát. Azonban ugye semmiképpen nem beszélhetünk autentikusságról. A közönség nagyon sokáig ebben az esetben is azt gondolta, hogy ezek autentikus japán előadások. Később azonban látni fogjuk, hogy Hanako esetében felmerül majd ennek az autentikusságnak a problémája és kérdése. Illetve már így az 1900-as évek közepén, az 1910-es évek elején cikkeznek arról is, hogy ezek japán drámák, de hogy európai közönségnek készültek, tehát elkezd egy ilyen párbeszéd, kommunikáció megjelenni a sajtóban. Ugye szadajakóik esetében erről még nem beszélhetünk, ott semmiféle ilyen probléma nem merült fel, hogy ezek az előadások ne lennének autentikusak. Minden esetre, ugye, ami páratlan sikert aratott végig Hanakó karrierje során, az a halál jelenet volt, és ez volt az, ami Rodánt is megragadta, magával ragadta, és szerette volna megörökíteni azt az arc kifejezést, amit Hanako a halál jelenetében csinál, azt a pillanatot, amit ugye úgy írt le Loé Fuller, hogy amikor meglátja a halált Hanako. Tehát a modell Rodin már ekkor az 1900-as évek elején, ugye világhírű elismert szobrásznak számított. Valójában a világhírnevet az 1900-as párizsi világkiállítás hozta meg számára. Egész életében a test valódi mozzanatainak a megörökítésére törekedett, és igazából nagyon különleges módon ábrázolta a női testet és a szexualitást. Mondhatni, hogy ő volt az, aki szobrászként felszabadította a szobrászatot a női test tabuja alól. Azonban annak ellenére, hogy mindig is a test érdekelte, és a természetes mozdulatai a testnek, a tánc felé, mint ugye művészi kifejezési forma, vagy a test tanulmányozása kapcsából, a tánc felé csak nagyon későn fordult, már az 1900-as évek elején, tehát a munkásságának abszolút a végén, és ez Loé Fullernek és Isadora Duncannek volt köszönhető, hogy Roden egyáltalán elkezdett a tánc iránt érdeklődni. Fullerrel az 1800-as évek végén ismerkedett meg, és Fuller fogja majd Hanakót is bemutatni Rodennek. Izadora Duncan pedig az 1900-as világkiállításon találkozott Rodenne, ekkor 22 éves volt Isadora Duncan, és a Párizs világkiállításra érkezett igazából Európába, és a saját bevallása szerint két helyen időzött a legtöbbet, Roden pavilonjában, illetve Fullernek a színházában, ahol Szadajakó lépett fel. És innentől kezdve mind a két táncossal, tehát Fullerrel és Duncannel is egy nagyon jó barátság alakult ki Rodennel. Nagyon sok művét ihlették ők, illetve utána Roden nagyon sokat járt és tanulmányozott táncosokat a különböző műveihez. És ez történik vele 1906-ban is, amikor a kambodzsai király és követsége Párizsba érkezett, és a, a kíséret között kambodzsai táncosok is voltak, akik különböző párizsi színházakban léptek fel. Ez Rodent rendkívüli mértékben lenyűgözte, rengeteg vázlatot készített a táncosokról és követte őket 1906-ban a Márszai Gyarmati Kiállításra, ahol szintén felléptek ezek a táncosok. És itt találkozik Hanakóval is, ugyanis Fuller is a japán társulatát oda szervezte a gyarmati kiállításra, hogy hát ők is lépjenek fel. És ekkor látja Roden Hanakónak a híres halál jelenetét, és kéri meg, hogy hát hadd készítsen róla szobrot. Hanakó ebbe beleegyezik, és gyakorlatilag 1907 és 1908 között, tehát durván egy év alatt, rengeteg munka készül el Hanakóról. Egy közös együttműködésről beszélhetünk lényegében. A párizsi műtermébe hát nem beköltözött Hanakó, de rengeteg időt töltött ott. Rengeteg feljegyzés van arról, hogy reggeltől estig modellt ült Rodennek, amíg Rodán próbálta elkészíteni az ő halálarcát. Ebből pedig a leghíresebb, a képen látható halálarcat terrakott a kis plastika, amit később megkapott Hanako, és ez jelenleg egy japán műgyűjtőnek a birtokában található ez a kis plastika. Hanako nem úgy pózolt, mint mások. Vonásai hideg, szörnyű haragot fejeztek ki. Pillantása egy tigrisé, teljesen idegen a mi nyugati arc kifejezéseinktől. Azzal az elszántsággal, amelyel a japánok a halállal néznek szembe, Hanako órákon át képes volt tartani ezt a kifejezést. Ez Roden titkárának a visszaemlékezése. Tényleg rengeteg időt töltöttek együtt, és nagyon sok leírás van arról, hogy Hanako visszaemlékezéseiből is, hogy Roden nagyon sokszor elégedetlen volt, és ilyenkor mindig újra kezdte a művet, hogy még pontosabban, még jobban meg tudja ragadni azt a kifejezést, amit hanakó uh, me megcsinált neki. Uh, épp ezért hanakó lesz az a modell, akiről a legtöbb kisplasztikát kis készítette Roden életében több mint 80 uh, fejet készített el, különböző anyagokat használt, bronz, uh, valamikor még üveggel is kísérletezett anyaggal, mindegyik ugye ezt az ominózus pillanatot próbálta megragadni. És ami igazából Rodennek a félreértése, de egy nagyon termékeny félreértése volt, hogy ő végig azt gondolta, hogy ez az arc kifejezés, ez, ez egy teljesen természetes dolog, egy rendkívül ősi valami, amit, ami Hanakóból teljesen természetesen jön. Tehát gyakorlatilag Hanakon keresztül a keleti színházba vetítette bele a saját művészi elképzeléseit. A félreértése azonban abból adódik, hogy látva már a kis plastikákat, tudjuk, hogy ez az arc amit Hanakó csinált, ez igazából egy teljesen művi dolog, és egy kabuki pózról beszélhetünk. Méghozzá egy miéről, a mi jelenti magát a kabuki pószt, ami megmutatást jelent. Ez nagyon jellemző sajátossága a kabukinak. Minden dramaturgiai csúcspontján az előadásnak a színészek igazából különböző ilyen pózokba merevednek bele körülbelül 20-30 másodpercre, és ezeket kitartják. Ilyenkor a teljes színpad megmerevedik. Gyakorlatilag olyan, mintha egy gyönyörű nagy festményt, vagy egy ilyen tablót szemlélhetnénk ez alatt az idő alatt, és ennek az a célja, hogy a közönség ilyenkor esztétikailag élvezhesse, csodálhassa az előadást. Most az a póz, amit Hanako csinál, az egy nirami, ami ellenségesen méregetni tehát Látható a a képeken is, ilyenkor az egyik szem befelé fordul, a másik a távolba réved, és nagyon szorosan, ilyen pengeszerűen összezárják, összeszorítják a színészek a szájukat. Ugye semmi köze nincs ennek a pózhoz, a halálhoz, és ráadásképpen ez egy férfi póz, tehát a nagyon erős férfi karakterek használják ezt a, a pószt az előadásokban. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy Hanakó miért ezt alkalmazta, és egyáltalán honnan vette, vagy hol tanulhatta ezt. Gésaként feltételezhető, hogy volt lehetősége kabuki előadásokat látni, és nézni, és valószínűleg ekkor sajátította el, vette kölcsön ezt a kifejezést. Miért pont ezt választotta, aminek tényleg semmi köze nincsen a haláljelenetekhez, Valószínűleg azért, mert ez tényleg egy nagyon erőteljes póz a kabukiban, tehát nagyon drámai hatást lehet elérni vele, és ezért választhatta ezt a halál jeleneteihez. Tehát ez egy termékeny félreértése Rodennek, mert ő ugye azért akarta ezt a mindenképpen megragadni és megmutatni a világnak ezt az arckifejezést, mert úgy gondolta, hogy valami rendkívül természetes és ősi dolog, amit Hanako arcán lehet látni de ma már tudjuk, köszönhetően a rengeteg munkának, hogy igazából ez egy abszolút tanult művészi póz. Emellett Roden készített Hanakóról egy ceruza rajzot is, ami mesztelenül tánc közben ábrázolja a színésznőt. Ez 1906 és 1907 között készült. Nem tudunk semmi pontosat a rajz készítésének körülményeiről, Viszont 1910-ben született egy novella Moriogai híres japán írónak a tollából, aki ennek a rajznak, a készülésének a körülményeit írja le a novellájában. gyakorlatilag a főszereplőkön, tehát Rodenen és Hanakon kívül az egész történetet fiktívnek kell tekinteni, mert hogy nincsen tényleg adat arról, hogy hogy zajlott ez a dolog. Mielőtt azonban rátérnénk erre egy pár szót, Mori Ugye ő a századfordulónak nagyon híres japán írója volt, és a Tokivaka irodalmi és kulturális körnek volt a tagja, ami azért fontos, mert ez az irodalmi és kulturális kör azért küzdött, hogy Japánt egy új nézőpontba helyezze az irodalmon keresztül, és több férfiasságot rendeljenek Japánhoz. Ugye az 1800-as évek második felében Japán nyugattal szemben egy nagyon törékeny, egy exotikus, egy feminin országként jelenik meg, amit eleinte a japán kormány elfogadott, sőt még valahol támogatott is ugye a rengeteg világkiállításon, néprajzi kiállításon, ugye főként a gésákat jelenítették meg, az ukiyo -e festményeket, tehát Gyakorlatilag alátámasztotta az európai elképzeléseket arról, hogy Japán egy ilyen törékeny, egy feminin ország, és erre ugye az olyan színésznők is, mint Szadajakó és Hanako is ráerősítettek, amikor Japánt képviselték például a világkiállításon vagy különböző előadásokon. Azonban a századfordulóra a japán kormány rájön arra, hogy nem szerencsés ilyen képet mutatni az országról, hogyha ők egy modern, nyugati nagyhatalommal szeretnének válni. Tehát, hogy valahogy módosítani kell ezen az elképzelésem. És ez több szinten program volt Japánban ennek a képnek a módosítása, így az irodalom kapcsán is. És ez az irodalmi és kulturális körnek, ez volt a fő célja, hogy valahogy változtassanak ezen a hozzáálláson, és Morio az első elbeszélésében, a táncos nőben is, már egy ilyen fordított nézőpont jelenik meg, ugyanis addig az volt a jellemző a japán, illetve a nyugati irodalomra is, hogy általában a férfi főhős mindig nyugati volt, európai, míg a főhős nő egy keleti hölgy, egy japán hölgy, csak a pillangó kisasszonyra gondolnak, egy tipikus példája ennek a relációnak. És itt a táncos nőben már Moriogá ezt megcserélte, tehát egy japán férfi főhős állt szemben egy német táncosnővel, és az ő történetüket dolgozta fel ebben az elbeszélésben. A Hanakó című novellában első pillantásra azonban, mintha minden az eredeti felállásban lenne, tehát adott egy nagyon ismert nyugati művész szemben a törékeny japán színésznővel illetve van még egy szereplője a novellának, Kubota, aki fordítóként érkezik a cselekménybe. Gyakorlatilag az egész történet arról szól, hogy Hanako és Kubota megérkeznek Rodenhez. Roden elkezd beszélgetni Hanakóval, aki egy 16 éves fiatal lány ebben a történetben. Ugye már ez is egy kitaláció, mert amikor találkoznak valójában, akkor Hanako már 38 éves volt. Kubota tolmácsol, miközben Rodán beszélget Hanakóval, és az egész beszélgetés arra fut ki, hogy Rodán megkérdezi, hogy Hanakó hajlandó-e állni neki mesztelenül tánc közben, amiben Hanakó beleegyezik. És erre az időszakra, amíg elkészül ez a kép, addig Kubota átmegy Rodennek a könyvtárába, és ott olvasgat, konkrétan Bodlernek a Játék erkölcse című művét olvas el. Majd miután elkészül a mű, visszahívják Kubotát és Roden Kubotával kezd el beszélgetni, és bevallja neki, hogy igazából már ilyen idősen nem hozza őt lázba az emberi test, hogy az egyetlen dolog, ami még érdekli őt, és hajlandó formába önteni, az az, hogyha valakiben meglátja a belső tüzet. Tehát, hogy most már kizárólag ez érdekli őt, és Hanako egy olyan Művész, egy olyan ember, aki meg megvan ez a belső tűz, és hogy ezért érdemes őt, az ő testét megörökíteni. És lényegében a novella egy hosszabb leírással zárul, amiben Morió Gály Roden szájába adja Hanakónak a leírását, az ő testének a leírását. A kisasszonynak a teste rendkívül gyönyörű. Szemennyi zsír nincs rajta. Minden egyes izma kidomborodik a felszínen. Akár csak egy terjeré. Mivel az inak feszesek és vastagok, az izületek vastagsága megegyezik a végtagokéval. Olyan szilárd, hogy bármeddig fél lábon tud állni, a másikat derékszögbe hajlítva. Mint egy fa, melynek gyökerei mélyen a földbe nyúlnak. Ez különbözik a mediterrán típus széles vállától és ágyékától, és nem hasonlít az észak-európai típusra sem a széles lágyékkal, de keskeny vállakkal. Ez az erőszépsége, Ugye mondja Roden Kubotának ebben a novellában. Ugye látható, hogy az a szereposztás, hogy a nyugati férfi és a japán nő ez megmarad, mégis ez a rész nagyon szépen árnyalja azt, hogy nem egy törékeny japán porcelánbabával van dolgunk ebben a történetben, mint aminek egyébként például Fuller az összes előadásában beállította a Hanakót, ugye valamelyiknek még ez is volt a címe, hogy egy kis japán papa. Tehát itt az erőszépsége, ami megjelenik, tehát a hagyományos férfinő alkotó megalkotott nyugat-kelet ellentét helyett egy művész ábrázolását látjuk egy másik művészről. Tehát Mori Ogai nagyon finoman árnyalja a történetet, és igazából egy partneri viszonyt, egy kölcsönös pozíciót hoz létre ebben a novellában, és eltörli ugye ezt a férfinő kelet-nyugat alárendeltséget, amit egyébként megszokhattunk az ebben a korszakban az irodalomban. Ezáltal természetesen lényegében Moriogá is a saját elképzeléseit vetíti bele ebbe a történetbe és Hanakóba. Tehát ismét felmerül ennek a kihasználtságnak a kérdése, amiről még mindig később lesz majd szó, de hogy ez is itt egy ilyen problematikus rész. Minden esetre nagyon jól árnyalja a történetet ezzel, hogy tényleg egy másik művészről történik ez az ábrázolás. És akkor így az előadás utolsó felében beszélnénk egy picit uh, Hanakónak a vendégszerepléseiről Budapesten. Kétszer járt nálunk, 1908. május 1 és 15-e között, illetve 1913. október 4-e és 12-e között illetve 1910 ősze és 11 tavasza között egy magyarországi körúton vett részt. Ennek a részletes feldolgozása még előtte áll, úgyhogy most kifejezetten a két budapesti vendégszereplésről lenne szó ebben a részben. Nagyon várták Hanakót a fővárosiak, már előtte arról cikkeztek, hogy Hanakó szadajakónál is fényesebb csillag és nagyobb sztár, a fővárosi Orfeumban lépett fel, ez azért volt, mert ugye mellette Fuller is szerepelt, miközben itt voltak. Az újságcikkek főként az Otakét emelik ki, hogy ez az előadás szerepet, itt látható egy karikatúra is, amint éppen ugye az úrnőjének a kimonójában és a, a, pipere szettjével ugye sminkeli magát. Bugyuta történetként apostrofálta a legtöbb újság de kitértek arra, hogy Hanakó halál jelente, viszont, hát az kárpótolt mindenkit azért, hogy esetleg nem is volt annyira jó maga a teljes előadás. Konkrétan 30 perc vaudeville tehát ilyen komikus kis előadásnak tartották, aminek az utolsó 5 perc egy véres tragédia volt ugye, a gyilkossággal. Összességében elmondható, hogy nagyon sikeres volt végül is ez a fellépés, de már ugye voltak olyan hangok, amik elítélték egy picit ezeket a bugyuta történeteket. Viszont a halál jelenet az ugyanúgy nagyon fontos volt. Például a Hét című újságban a következő jelent meg a haláljelenetről. Egy kicsit ciszeg, egy pár percig vinyog, mint egy avarba hulló véres madár, aztán megüvegesednek, borzasztóan elváltoznak szemei, és eldül. Ugye nyilván ez az, Szemek megüvegesedése, ez pontosan ugyanaz a pillanat, amit Roden is megpróbált yeah, megörökíteni, illetve a tolnai világlapból. A haldoklási jelenetet vérfagyasztó realizmussal játsza meg a fiatal japán művésznő. Egyik testrésze a másik után hal el. Tagjai rángatóznak, arca elsápad, lélegzet után kapkod, még egy merev pillantást vet a közönségre, aztán megindul a halálküzdelem, melynek tetőpontja az, hogy hanakó szájából vércsöppek bukkannak elő, és lassan végigfolynak a haldokló állán. Ugye ez, ez tényleg egy véres tragédia, ez az utolsó öt perc, amit láthatott a közönség. Tényleg sokkolta őket, tehát nem, nem vártak egy ilyen nagyon komikus, nagyon sok kritika arról ír, hogy gyakorlatilag Hanakú a színpadon előtte, mint egy kis madár, mint egy kis mókus, ide-oda tipeget, csicserget, kisminkelte magát, táncikált, és akkor ezek után a végén ugye, vércseppek bugyantak elő a szájából, tehát hogy nagyon-nagyon sokkoló volt a, az előadás a közönségnek. 1913-ban pedig, amikor visszakér Budapestre, akkor megkérdőjeleződik már az előadásainak az autentikussága. Az akkori újságcikkek alapján az Otakét, a Harakirit és a Teaházban című előadásokat játszották, Bizonytalanok ezek az adatok, mert aki, az az újságíró, aki erről ír, azt mondja, hogy a harakiri és a teaházban már 1908-ban is repertoáron volt, és az otake a teljesen új darab, amit látott a közönség, de ugye az 1908-as forrásokból meg tudjuk, hogy az otakét már biztosan látta a közönség, míg a harakiriről és a teaházbanról nincs adat, szóval, hogy ezek ilyen bizonytalanabb tényezője dolognak. Minden esetre Pásztor Árpád volt az, akinek két Egyfajta leleplező cikke is megjelent. Az egyik az 1911-ben, ami a Magyarországi Körút alatt jelent meg, és pár előadása egyébként el is maradt. Ekkor Hanakónak a Körút során, illetve 13-ban is írt egy cikket. Ezekben ő azt hangsúlyozta, hogy ezek az előadások, ezek a Loé Fu által szignózott előadások, csak egy európai impresszáriónak a mesterkedései, és hogy egyáltalán nem beszélhetünk japán drámákról. Tehát, sőt, kitér arra, hogy ezek a produkciók igazából már inkább emberi szenzációt kínáltak, Hanako személyében és a halál jelenetével, nem művészét. Ugye szadajakóik és a kavakami társulat esetében soha nem merült fel ez a probléma. Ü, teljesen autentikusnak vélték azokat az előadásokat. Ugye azok sem voltak teljesen azok, de az alapjuk ugye kabuki drámákból épültek fel, tehát mégis szorosabb kapcsolódás volt a hagyományos japán színházhoz, mint Hanakú esetében, aki ugye itt Fuller írta meg ezeket a darabokat. Hanako meghalásaiban csak a nagyszerű produkció marad meg, de a japáni drámák morális alapja nincs meg. Színház Európának készült, írja Pásztor Árpád 1913-ban. És 1913-ban volt ö, szintén ugyanebben a cikkében egy rész, ami Hanakónak a nyilatkozatát közölte, és itt térnék vissza az áldozati szerepnek a kérdésére. Ilyen Hanako nyilatkozata szerint. Minden úgy történik, ahogy az európaiak akarják. Egy kis jelenetben mindent meg kell csinálnom. Az imprezárió kívánsága parancs. Majdnem sírtam, mikor Londonban a Savoy Theaterben a japán hangszer a gyórói nélkül kellett fellépnem. De kellett. Az imprezárió akarta. A műsort is szerinte állítom össze. Csak egyszer szeretnék Európában valódi japán színészetet bemutatni de ki tudja, hogy sikerül-e. Londonban ott van minden hangszerem, de nem játszhatom rajta, senki nem érti. Nyilatkozta Hanako. Ö, ugye, ha ezt elhisszük, ezt a nyilatkozatot, akkor valóban úgy tűnik, hogy Hanakónak a karrierje egy, egy ilyen áldozati szerepbe kerül ő, Tehát valóban Fullernek a megcsinált színésznője az általa felépített karriert kellett neki végigcsinálni, és ebből is az derül ki ebből a cikrészletből, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy az imprezárió parancsolja neki, nincs beleszólása ezekbe. Viszont, ha arra gondolunk, hogy igazából végig a turné során ezeket az előadásokat úgy adták el, hogy ezek autentikus japán előadások, akkor felmerül a kérdés, hogy ez nem csak egy reklámfogás-e, hogy még jobban ráerősítsenek Hanakónak erre az áldozati szerepére, ami egyébként az összes szerepe volt, amit játszott, hiszen mindegyik előadásban, amiben játszott, ugye ő az áldozat, aki meghal az előadás végén. Nem beszélve arról, hogy a, a nyirami póz, amit bemutat, azt természetesen ő találta ki, tehát Fullernek semmi köze nem volt ahhoz, hogy ő hogyan hal meg a színpadon. Ugye ez volt az, amit felfedezett, és ez volt az, ami tetszett neki, és ezért írta át, illetve írta az összes drámát, hogy ezt a haláljelentet láthassa a közönség és itt merül fel a kérdés, hogy nagyon sokan a szakirodalomban is úgy beszélnek Hanakóról, hogy tényleg csak Fullernek a teremtménye, és igazából a japán színház történeti írás a Rodennel való kapcsolata miatt foglalkozik kizárólag Hanakóval. És úgy állítják be, hogy hogyha nem találkozott volna ezekkel az emberekkel, akkor igazából az ő karrierje így, így, így nem létezne, és Semmi beleszólása nem volt ezeknek az alakulásába. Azonban szerintem nem szabad elfelejteni azt, hogy Hanako nagyon tudatos döntéseket hozott az élete során. Tehát ő nem ment haza kétszer, amikor lett volna lehetősége Japánba, hanem úgy döntött, hogy megpróbál önállóan dolgozni Európában. Ő volt az, aki végül ismét felkereste Loé Fullert, és nyilvánvalóan a Niramit is ő rakta az előadásba, illetve az előbb említett Harakiri című produkció, ennek Pásztor Árpád csinált egy ilyen kis oknyomozást, és úgy megtalálta, hogy vannak japán gyökerei a történetnek. Valóban egy japán kísértett históriának a, a dolgozták fel, és feltételezhetően ez sem ugye Fullernek az ötlete volt, tehát biztosan volt beleszólása Hanakónak ezeknek az előadásoknak az alakulásába, a repertoárnak a kialakításába. Tehát szerintem egy kölcsönös kihasználtságról beszélhetünk a kettőjük kapcsolatában, ugyanis Hanakó is kihasználta Fullert és az ő szervezését, hogy mindent megcsinált neki, és gyakorlatilag tényleg sztárrá tette ebben az időszakban. Az viszont kétségtelen, hogy az 1910-es évek elejére uh, megfigyelhető, hogy a sikernek a hajszolása az felülírja, egyre inkább felülírja az autentikusságot, olyannyira, hogy ez már feltűnt a közönségnek is. Uh, és valóban való, csekély valódi hagyományos elem volt ezekben az előadásokban, és a siker érdekében ez egyre inkább nyilvánvalóvá vált, de Végül is kitartott ez a lendület egészen 1916-ig, köszönhetően a haláljeleneteknek. Az egy izgalmas kérdés, és még szintén kutatása vár, hogy vajon a többi európai országban is felmerült-e ez a kérdés, az autentikusságnak a kérdése, ugyanúgy, mint itt Magyarországon. Összefoglalva, tehát, ugye, Szodajakó és Matsui Szumakó rendkívül sokat tettek azért, ugye Szodajakó itt Európában is, illetve utána a hazájában, Japánban is fellépett, meghonosította a Shakespeare színjátszást, képző iskolát nyitott, Japán első színésznőjeként tartják számon, Matsui Sumako pedig az első modern japán színésznő, aki ugyan soha nem járt nyugaton, mégis az első igazán nyugati értelemben vett modern drámáknak a főszereplője volt Japánban. Tehát ők azok, akik igazán rengeteget tettek azért, hogy a japán közönség elfogadja a színésznőknek a visszatérését, a jelenlétét a japán színpadokon. Ezért felmerülhet a kérdés, hogy Hanako, aki soha nem lépett fel már, miután visszatért Japánba, a hazájába, hogy ő miért volt sikeres, miért fontos az ő szerepe a színháztörténet szempontjából, amikor csak itt kizárólag Európában tevékenykedett. A sikerei azok abszolút ezeknek a japanizáló előadásoknak köszönhetőek, amelyeket Fuller írt, ugyanis mivel Fuller minden tipikusan keleti és japánt belepakolt ezekbe az előadásokba, gyakorlatilag érthetővé, Hozzáférhetővé tette a nyugati közönség számára, gyakorlatilag ismerőssé tette ezeket a produkciókat, miközben ugye kiszolgálta azt az exotikum iránti vágyat, ami ebben az időszakban jellemezte a nyugati közönséget. És az, ami fent tudta tartani ezt az utolsó pillanatig, még akkor is, hogyha már tényleg az autentikusság kérdése problematikus volt a vége felé, az Hanakónak az exotikumba csomagolt naturalista halála, amit végrehajtott a színpadon. Ez végig kitartott, és nagyon sikeres volt. És hogy ez miért fontos, Szadajakó és Hanakó is Európában olyan művészeket ihletett meg ebben az időszakban, akik ugyan. Különböző módon, de egy ilyen termékeny félreértésnek az áldozatai voltak, tehát a saját elképzeléseiket vetett, vetítették bele a keleti, illetve ezáltal ugye a japán színházba, és ugyanezek tényleg félreértések, de mégis a saját elképzeléseiket, művészi ötleteiket tudták tovább gondolni ezáltal. És akarva akaratlanul a korszakban elindult egy nagyon fontos párbeszéd a kelet és a nyugat között, és ehhez mind a ketten Szadajakó és hanakó is nagyon nagy mértékben hozzájárultak, és ezért fontos és érdemes vizsgálni őket európai viszonylatban is. Köszönöm szépen a figyelmüket!